abszolút erővel támadunk. Úgy gondolom, hogy Egerbe kimozogtuk azt, amit a tavalyról bennünk maradt. Nagyon szeretem ezt a környéket, nagyon szeretem ezeket a pályákat. Mondhatom azt, hogy otthon érzem magam, hiszen én itt nőttem fel ezeken a gyorsaságikon. Szeretem a változó körülményeket, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz holnap. Az egy nagyon-nagyon hosszú nap lesz, mentálisan és fizikálisan és taktikailag is, úgyhogy nehéz versenynek nézünk elébe, de szerintem felkészültünk rá. Keresünk, 100-ban mögötte jobb egy megyünk a katlanhoz, jobb egy, abból a bal 5, ez a jobb egy, abból a bal 5, ez a bal 5, megyünk be a katlanba, kimegyünk belőle egy jobb 3-mal és 200, jobb 3 és 200, két gumi, bal 1. Rajta. 100 van rajta, bal egy gumival, majd jobb 13. Jobb 13 felkiált, tőszűk. Fizikálisan nagyon oda vagyunk már, ezt az utolsó 4 gyorsot, ezt nehéz lesz abszolválni. Pszichésen is nagy a nyomás itt az időjárás miatt, most szerintem 19-ről lapot kérünk, úgyhogy majd kiderül, hogy beválik-e.
jelenleg vezetünk, ezt szeretnénk megtartani, aztán majd kiderül, hogy mire lesz elég. Kalandoztunk eleget, néha szerintem két kézzel húzták vissza az útra az autót, hát majd meglátjuk, hogy sikerül a vége. Volt részünk mindenbe. Azt nem mondom, hogy estünk keltünk, mert árkót nem jártunk. Bár néhányszor, hogyha nincs ott a váltókar mellett a kézifék, akkor járunk. Nagyon-nagyon kiszámíthatatlanok voltak a körülmények, nagyon sokat változtak, romlottak a pályák. Az eső azért nehéz dió volt. Megálltunk egy balesetnél, ott álltunk 2 percet, ezért volt egy gyorsasági megállapított időnk, de ettől függetlenül is hoztuk a ORC abszolút 6 kategória 1, és megnyertük a Power Stage-et, aminek én nagyon-nagyon örültem, mert az a pont nekem nagyon hiányzott onnan Egerből.